Ellátogattunk a válogatott felkészülésére az Ormai csarnokba, ahol a nemzeti csapat tagjait horvátországi sikerélményekről faggathattuk. A zágrábi Challenger verseny sem ért véget ugyanis magyar sikerek nélkül. A horvát fővárosban a férfi és a női párosok döntőjében is volt kiért izgulnunk. Akár azt is mondhatnánk, hogy a férfiaknál a papírforma érvényesült, hiszen az első kiemelt Ecseki Nándor Szudi Ádám kettős nyerte meg a versenyt. Korábban ugye a Nándiék voltak döntőben, volt egy harmadik helyük, illetve két harmadik helyük, tehát Pro Tour versenyekről beszélek, és hát ez egy titkos vágy volt, hogy egy ilyen versenyt nyerjenek, attól függetlenül, hogy ez Challenger verseny volt, tehát a Pro Tour sorozatok legalsó szintje. Itt azért voltak japán, tájvani játékosok, és Európa jó játékosai, jó párosai is jelen voltak. Én azt gondolom, hogy kellett hozzá egy jó sorsolás, és nem volt akkora meglepetés, mivel ők voltak az első kiemeltek. De hát ez nem mindig határozza meg a játékerőt, ugye, attól is függ, hogy milyen pár hányszor játszott együtt, milyen pontszámuk van. Érdekes módon nem a döntő vagy az elődöntő, hanem az első fordulós mérkőzés volt a legnehezebb győztes párosunk számára. Amikor megnéztük a főtáblán a sorsolást, úgy gondoltuk, hogy ez a verseny akár nagyon sikeres is lehet a sorsolás alapján. De mikor kijöttek a selejtezőből, kijutottak föl, és megkaptuk a japán párost, akkor éreztük, hogy az első kör az vízválasztó lesz, hogyha azt képesek vagyunk megnyerni, akkor akár a versenyt is meg tudjuk nyerni a végén. Úgyhogy hát igen, a legelső meccs az 1-1-nél ugye szetlabdájuk is volt a japánoknak, az sikerült hárítani, és az utolsó szettet is azt hiszem 11-8-ra nyertük nagyon szoros csatában. A döntőben mindössze 14 pontot veszített a magyar páros. Jól látszik az eredményből, mennyire sima volt a döntő. Hát ott mind a ketten szinte 100%-os teljesítményt nyújtottunk. Egész meccsen, ami akaratunk érvényesült, első két szettet sikerült 9-1-el elkezdeni. A tájvaniak végig csak futottak, tehát nem is igazából nem is nagyon tudtak futni, annyira simán sikerült megnyerni ezt a döntőt, minden összejött a döntőbe. Ha lehet így fogalmazni, egy munkaebéd is hozzájárult a sima győzelemhez. A tájvani páros elődöntőben egy nagyon erős német párost győzött le, és nagyon jól játszottak, összeszedettem. Mi ezt a meccset megnéztük közösen 3-4-szer, előtte együtt ebédeltünk, megbeszéltük pontosan, hogy mi az, amit játszani kellene. Itt érdekes módon a tajvaniak nagyon idegesek voltak, és mi nagyon-nagyon nyugodtan játszottuk, és lehoztuk szinte minden egyes ütés, amit a mi srácaink játszottak, pontosan helyre ment, kevés hibával, és szerintem megleptük a tajvaniakat avval, hogy minimális hiba százalékkal és pontos játékkal szálltunk be, és az első két szett ennek megfelelően elég sima is volt, amin én meglepődtem. A mostani zágrábi sikernek hosszabb távon is nagy a jelentősége. Nagyon-nagyon fontos olyan szempontból, hogy évvégén lesz egy egyéni Európa-bajnokság Spanyolországban, és jelen pillanatban ők az európai szintéren az ötödik kiemeltek lennének, ha holnap megrendeznénk ezt az EB-t, tehát úgy lennének kiemelve, hogy egész jó sanszal pályázhatnának esetleg éremre is, amire nagyon nagy szüksége van a magyar asztaltenisznek. Párosban elengedhetetlen, hogy a partnerek egy hullámhosszon legyenek. Ecseki és Szudi esetében ezzel sincs probléma. Azon felül, hogy ők taktikailag is nagyon érettek és nagyon okosan játszanak, ott azért működik a kémia, ők jó barátok, nagyon sok mindenben együtt vannak, megbeszélnek, megosztanak sok mindent, és ez így működik, és csak így lehet jó. Póta Georgina és a svéd Matilda Ekholm is jobban van egymással, ennek is köszönhető, hogy Zágrábban a döntőig jutottak. Kis hiányérzetünk volt, mivel a döntőben kikaptak a Hashimoto Szatótól, 1-10-8-uk volt, tehát 2-0-ra is vezethettek volna, de azért hozzátartozik a helyzethez, hogy ez a Hashimoto Szató egy világ legjobb védőpárosa, és a legutóbb, amikor játszottak velük, akkor esély nélkül kaptak ki. Most meg már jó eséllyel voltak, gyakoroltuk, amikor itt volt a Matilda, tehát egyértelműen biztató. De egyébként nagyon elégedettek voltunk. Póta Georgina szavai egybecsengtek a szövetségi kapitányaival. Párosban egész jó sorsolásunk volt az elődöntőig, mert a Szamara Szőcs kikapott a horvát párostól, és úgy éreztük, hogy ez most egy jó szansz, hogy mindenképpen a döntőig el tudunk jutni. Kicsit idegesebbek is voltunk, meg az egyéni meccsünkre is készültünk, meg pont a Matildával játszottam 8 közé is egyéniben, és egy pici hiányérzetem maradt, mert 3-1-re igaz, hogy kikaptunk a japán párostól, de végig ott voltunk, és egy szettet vesztettünk 10-8-ról is. És csak tényleg egy nagyon pici múlott azon, hogy megnyerjük. Egyébként tőlük kaptunk ki a Pro Tour döntőn is, Kazasztánban tőlük
de én úgy éreztem, hogy ez a meccs meg lesz, egy pici múlat, szerintem legközelebb biztos, hogy mi nyerünk. Most volt koncepció, meg terv. Amikor először játszottunk, ugyebár két védőjátékosról van szó, nem nagyon éreztük a Matildával, hogy milyen labdákat kapunk, mert ő is teljesen más stílusú, mint én, ő ilyen lassú, nagyobb falsokat pörget. Én inkább ütöm a tenyerest, és nincsenek olyan falsok a tenyeresembe, és ezt meg kellett érezni, hogy sose játszottunk előtte két védőpáros ellen. És most megbeszéltük, kielemeztük a meccset, hogy mi legyen a taktika, és szerintem működött, tehát azért mondom, hogy a következő meccsen szerintem már sikerül megnyerni.